folyamatosan locsolni kell a kertekben, karcagi református középiskoláért díj, nyári munka adózása, miniszteri elismerésben részesült Szilágyi Péter. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 24-én 18 óra 5 perckor. Ézsiás Antallal a kerti munkákról beszélgettünk, s arról, mennyire hiányzik az eső, így folyamatosan locsolni kell a veteményt. Elég régen nem volt eső a kertben, ami azt jelenti, hogy a növények vízutánpótlása megszűnőben van. Mindenki arra fordul, amire én nézek, akkor látnám a csapadékmérőt, ami üres, már most elég régen sajnos, és így az esély, hogy legyen benne egy mérték a róvízmennyiség, ami azt jelenti, hogy a növények vízutánpótlása sajnos már megszűnőben van. Különösen most nagyon veszélyes a helyzet, amikor a kora tavasziak ilyenkor a termést próbálnák felépíteni, tehát a borsónak a szemesedés időszaka van, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségű víze és aránylag tűrhető, kellemes hőmérséklet lenne szüksége. Hát ezt megpróbálom majd természetes helyett, mesterséges módon, mert délután lesz az ideje, amikor a slagokat, amit itt kihúztam, azokat behúzom, és utána szivattyúval megöntözöm. Különösen most nagyon veszélyes a helyzet, amikor a kora tavasziak a termést próbálnák felépíteni. A borsónak a szemesedési időszaka van, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségű vízre volna szüksége. Ezt mesterséges módon kell pótolni. Bár szép a borsó, de nehezen indult. Hidegek voltak, amit nagyon nem szeret, utána azonban mindkét fajta megemberelte magát. Nehezen indult a kelés, ugye hidegek voltak, és a borsó se szereti nagyon, de utána megemberelte magát, és normális tőszámmal elég szépen mutat. Itt kétfajta borsó van, az egyiket debreceni zöld fajta, amit igazából nem ismerek különösebben, még mindig nagyon szépen lapul, tehát még nem van benne szem egyébként termékenyült, de nem akart elni a cső. Mellette van egy másik, a Kelvedon, az egy nagyon jó bevált fajta, évek óta termelem. Ez egy középérésű, és ez mutatja magát, nem nagyon hosszú, de szép erőteljes szemek vannak benne, ennek a szedése van most éppen folyamatban. A kertben már van, ami leérett, a másodvetés is szépen kell a helyén. A zöldségek és a spenót helyére kerültek, van sárgadinnye és petrezselye. Gyakorlatilag a zöldségek és a spenót helyén már zöld babkelt, aztán a retek az már természetesen régen kiment, nem volt az nagy mennyiség. Ott ugye helyett a sárgadép, a petrezselye, mint jelzőnövény maradt meg. A gyümölcsök közül földieper már leérett, a többiek éppen várják, hogy az időjárás kedvező legyen. A gyümölcsök közül a szamóca, amely földieper ugye másképpen, az egy őszi telepítés, amely sok viszontagságon ment keresztül, először szárazság volt, aztán meg ki akart rohadni a sok esőtől. Onnan van egy pár szem, amit mint természetes gyümölcsöt szoktunk kóstolgatni. Hát az is letermőben van, a többiek azok éppen várják, hogy majd az időjárás meg a gazda kedvező lesz hozzá, és remélem, hogy jó terméssel szolgálnak. A mák is sok munkát adott, és kevés terméssel kecsegteti a gazdákat, mert a vetés után másfél hónapig nem kapott esőt, és öntözni kellett. A második vetés most hozza a virágot, de ott már nem lesz nagy termés a mákos réteshez. Ez egy olyan mák, amelyik sok munkát adott és kevés terméssel kecsegtet. Túlnyilik a vetés után nem kapott esőt, egészen március 10-en valamikor vetettem, és utána másfél hónapig nem volt eső. Na most, ami olyan helyre került, ami nem volt nagyon nyírkos, ott nem kelt ki. Na most egy kis eső, ami volt 2-3 mm, az kevés volt. Az öntözés, ami szórófejes kannás öntözés volt, az annyit tett, hogy jól lecserebesített a talajt, ami azt jelenti, hogy a csírázat is beledöglött a talajba szerencsétlen, és egy két kelésű a mákon. A második kelés is, hát ahhoz talán virágot, de ott már nem lesz nagy mákos rétes nevés. A paradicsom palánta kordonos rendszerű nevelésben van, és olyan fajta, amit Ézsiás Antal régóta vesz. Megfelelő gondozással, megfelelő tápanyaggal és vízmennyiséggel elfogadható termést remél tőle. A paradicsom egy ilyen kordonos rendszerű, amelyet már évek óta termelek. Egy olyan fajta remélem, amit én megismertem, ami már olyan régi, hogy nem is nagyon ismerik,
de akitől a palántát veszem, az azt mondta, hogy még nekem ezt a 100 tövet talán mi meg tudja menteni, ami egy nagyon kellemes, közép, nagyságú, gömbölyű, szép pirosra érő fajta, és nagyon szereti ezt a termesztési módszert. Lényegében egy olyan közel 2 méteres kordonon, 100 zsinegen, 1 szálon fut végig, tehát állandóan ugye hónajazni kell, kacsozni kell magyarul, és megfelelő tápanyaggal és normál vízmennyiséggel elfogadható termést. A ballagási ünnepségen vette át Hodos Imre a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. B-osztályosa eredményes tanulmányi és sporttevékenységéért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagy tiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. Hodos Imre 4 éven át példás magatartású és jeles tanulmányi eredményű tanuló, matematikai és orosz nyelv tantárgyakból megyei és területi szintű versenyeken képviselte iskoláját, igazi sikerei azonban a kosárlabda sportákhoz kötődnek. Kiváló közösségi munkája mellett a gimnázium Bel Canto kórusának tagjaként éveken át meghatározó módon vett részt az intézmény kulturális életének kialakításában. Angol nyelvből középfokú komplex, valamint felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Mint elmondta, a gimnáziumban 4 év alatt rengeteg tapasztalatot és tudást szerzett, főleg történelemből és angolból. Ezen tárgyakból volt országos és megyei versenyeken. Rengeteg tapasztalatot és tudást tudtam megszerezni ez alatt a 4 év alatt, amiket igazából különböző szakterületeken sikerült megszereznem, és ezen belül főleg a történelem és az angol tantár keretein belül sikerült nagyobb tudásra szertennem, hiszen ezek érdekeltek. Akkor ez azt is jelenti, hogy ezeken a versenyeken voltál országos és mindenféle ezzel kapcsolatos versenyen? Többnyire igen. Próbálkoztam, a részvétel fontos ugye szokás mondani. Némelyik versenyen értem el helyezéseket, amik általában csak továbbjutással jártak, de mindig próbálkoztam minden évben a lehető legjobbat nyújtani. A legbüszkébb azonban arra, hogy az országos diákolimpián a kosárcsapattal sikerült a 11. helyezést elérniük. Nem igazán tanulmányi eredmény, hanem inkább sporteredmény, hiszen országos diákolimpiára sikerült kijutnunk, így ott egy 11. helyezéssel sikerült befejeznünk, ami szerintem hatalmas eredmény egy ilyen kisebb gimnáziumhoz képest. Érettségi után az egyetem csapatában folytatná a kosarazást. Ez már része az életemnek, és nem nagyon szeretném, hogy később ez abba maradjon. Majd az egyetem csapatába esetleg megpróbálok bekerülni, és onnan meglátjuk, ami lesz belőle. Az érettségijével elégedett osztályfőnöke dr. Pintér Zoltán Árpád hatására is választotta az angol történelem tanári szakot Debrecenben. A történelem érettségi az meglehetősen jól sikerült, ahhoz képest, hogy egy teljes tanévet sikerült online oktatásban végkísérni. A matematika az hát tűrhetően mondhatni, azt még nem tudom, így csak ennyit tudok róla hozzáfűzni. A magyar az pedig magamhoz képest szerintem jól. Én nekem nem annyira a szívem csücske, de szerintem nem volt annyira nehéz, hogy ne menjem egy alapabb tudással sem. De hát akkor határozott céllal indulsz az egyetemnek. Melyik egyetem ez? Ez a Debreceni Egyetem. Angol-töri tanári szakra jelentkeztem, osztatlan. És igazából ez volt a célom mindvégig, és a többit meg majd meglátjuk, hogy felvesznek-e. Osztályfőnök dr. Pintér Zoltán Árpád tanárul volt, akkor esetleg a történelmi vonal, ez neki is köszönhető? Igen, szinte legfőképp ő neki, hiszen a hatalmas tudásával és hát azzal a szeretettel, amivel átadta a tantárját, sikerült úgy érdeklődést felkelteni iránta, és ezáltal sikerült nekem is jobban belásni magamat. A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, kivéve a diákszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatást. Kiemelték, a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát.
A munkavállaláshoz adó azonosító jelre van szükség. A diák munkával szerzett jövedelem adója 15%, amit a munkaadó előlegként von le a tanuló bruttó jövedelméből. Mutattak rá jelezvén azt is, hogy adott esetben az egyéni járulékot is a munkaadó vonja le. A foglalkoztató mindenről igazolást állít ki, amire a diáknak jövőre az SZIA bevallási tervezetének ellenőrzéséhez szüksége lesz, fűzték hozzá. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, és a biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelenteni a NAV-hoz, emlékeztettek. Arra is kitértek, hogy egyszerűsített foglalkoztatás, idény vagy alkalmi munka esetében nem kötelező a szerződést írásba foglalni. A NAV szerint célszerű a megállapodás megkötése előtt a leendő munkáltatót ellenőrizni az adóhivatal honlapján, az adatbázisok rovatban. Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégnél ugyanis kockázatos dolgozni, tájékoztatta a Karcag Televíziót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Miniszteri elismerő oklevelet vett át Gulyás Gergely minisztertől Szilágyi Péter kormánytisztviselő. Mai vendégünk Szilágyi Péter kormánytisztviselő, aki a napokban vehette át miniszteri elismerését, amelyhez ezúton is gratulálunk, és kicsit részletesebben fogunk személyével megismerkedni. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. No, ahogyan említettem, ugye a napokban vehette át az elismerést, no, de kezdjük az elején. Hogyan indult az élete, hogyan indult a pályája, hol végezte tanulmányait? Gimnázium, még valamennyi iskolámat itt Karcagon végeztem. A Györfi István általános iskolába kezdtem meg tanulmányaimat. Ezt követően a Gábor Áron gimnázium egészségügyi szakán végeztem 97-ben. Ezután volt egy rövid kis kitérőm, amely egy ilyen mentős rövid pályafutás volt. 2 évig Budapesten egy mentőápolói továbbképzést végeztem. Ebben az időszakban pár hónapot mentőztem is, tehát dolgoztam is. Majd 99-ben kerestek meg a helyi, akkor még ANTS-től, hogy nem lenne kedvem esetlegesen ebben a körben tevékenykedni. Ehhez nyilván el kellett végeznem egy főiskolát is, én akkor ezt vállaltam. Az akkori városi tiszti főorvos dr. Bugovicki Zoltán keresett meg engem ezzel. Az iskolámat 1999-ben sikeres felvételi után kezdtem meg, majd 2003-ban végeztem a Semmelweis Egyetem közegészségügyi járványügyi szakán. Utána hogyan alakult tovább, hol helyezkedett el, és mivel foglalkozik jelen pillanatban, és nyilván biztos érdekesség az, hogy most a COVID-koronavírus járvány ideje alatt is számos teendője, feladata van. Kicsit avasson bennünket be ebbe. Én a főiskola elvégzés alatt már folyamatosan dolgoztam, itt a Karcagvárosi ANTS-nél az iskolát levelező szakon végeztem el. Amikor megkezdtem itt a tevékenységemet, akkor még mint ANTS keretében többféle szakterülettel foglalkoztam. Élelmezés, egészségügy, munkaegészségügy voltak a fő szakterületeim. Majd amikor a főiskolát befejeztem, akkor kimondottam, munkaegészségügyi területen kezdtem el dolgozni. Utána mindenféle hatásköri változásoknak köszönhetően ez a terület tőlünk elkerült az ANTS-től, és ezután egészségigazgatás volt az én területem, ami a mai napig is az. Ami a mostani tevékenységemet illeti, hát az elmúlt 16-7 hónap az elsősorban nálunk a Covid-ról szólt, ennek az egyik hatósága vagyunk mi. Mind az oltásszervezésben, mind a járvány elleni küzdelemben dolgoznunk kellett. Gyakorlatilag valamennyi kollégám ebben a járványügyi tevékenységben dolgozott. A koronavírus járvány ideje alatt mi volt az ön feladata? Alapvetően koordinálni kellett a hatóságunknak, a járási hivatal népegészségügyi osztályának a tevékenységét. A feladataink amellett, hogy a járvány leküzdésében nagyon fontos szerepünk volt, nyilván fel kellett deríteni a háziorvosok segítségével a fertőző betegeket. Karanténba helyezés, biztos mindenki hallott erről, ez a mi hatósági feladatunk volt. Emellett januártól, amikor megjelent Magyarországon is a koronavírus elleni oltóanyag, el kellett kezdenünk szervezni az oltásokat, ezzel kapcsolatosan a háziorvosokkal folyamatosan tartani kellett a kapcsolatot, fel kellett mérni az oltásigényeket, ennek megfelelő mennyiségben az oltóanyagokat folyamatosan biztosítani kellett a háziorvosokhoz, ennek a logisztikáját kellett megszervezni. Gyakorlatilag ennyi. Ez még most is jelenleg is zajlik. Már most elsősorban második körös oltásokkal foglalkozunk. Szerencsére Magyarországon már jóval 5 millió fölött van a beoltottak száma. Az a mi térségünkben is nagy arányban beoltottak az emberek.
igazából ezt még most folyamatosan végezzük. Aki ezt tanulta, felmerül a kérdés, hogy mennyire kihívás, vagy milyen kihívást jelent úgymond valamilyen szinten a frontvonalban benne lenni, hiszen amiről beszélt, hogy mi volt a feladata, ez azt is jelenti, hogy a hétköznapokban tényleg nagyon topon kell lenni. Ez nyilván a világjárvány, az hála jó Istennek nincs minden évben. Ezt ön hogyan élte meg? Több mint 21 éve dolgozok már ezen a területen. Szerencsére még hasonló méretű járvánnyal nem volt dolgunk. Ezért mindenképp egy óriási kihívás volt. Amikor ez az egész elkezdődött, akkor még igazából fel sem tudtuk mérni, hogy ez mekkora feladat lesz számunkra. Gyakorlatilag napról napra kellett alkalmazkodnunk ennek a feladatnak a végrehajtásához. Folyamatosan tanultunk. Nyilván ez egy új vírus, egy új betegség volt, amikor ez megjelent. A tudományos világ is kutatja a mai napig is ennek a jellemzőit. Nyilván ezt nekünk folyamatosan követnünk kellett, minden nap újat és újat kellett tanulnunk ezzel kapcsolatosan. Folyamatosan változtak a járvány védekezés eljárásrendje, folyamatosan változott. Ezt nekünk követni kellett, ez az alkalmazkodás, ez gyakorlatilag a mai napig tart még, és ennek megfelelően végezzük a munkánkat. Úgyhogy nagy kihívás volt mindenképpen, és még az gyakorlatilag ma is. Tehát ezt komolyan kell venni a jövőben is, ezt a dolgot. Annak ellenére, hogy szerencsére ez most jelenleg lecsengőben van ez a járvány. Magas színvonalon végzett munkájának elismeréseként kapta meg a miniszteri elismerő oklevelet. Számított-e erre, hogyan fogadta? Nem számítottam, meglepetés volt. Egy e-mailt kaptam a minisztériumból. De nem számítottam rá. Hogyan történt ennek az elismerésnek az átvétele? Meséljen egy kicsit a háttéréről. Ez múlt hét pénteken volt a elismerések átadása. Ezt március 15-e alkalmából kaptam, de nyilván a járvány miatt ez az átadás akkor elmaradt. Ezt most pótolták. Budapesten volt az átadó. Gulyás Gergely miniszter úr adta át az elismeréseket. Arról már ejtettünk szót, hogy mivel telnek a hétköznapok, mivel foglalkozik. Mik a további tervek, elképzelések, hiszen azért ez az eddigi pályafutása ezzel a miniszteri elismerő oklevéllel lezárult, hiszen ez egy hatalmas dolog, de hát még bőven vannak tervek, elképzelések, úgy gondolom. Hát egyelőre továbbra is a koronavírus elleni védekezés teszi ki a hétköznapjainkat. Az elmúlt másfél év gyakorlatilag máshol nem szólt igazából számunkra. Természetesen emellett azért a békeidőkre jellemző munkánkat is végezni kellett, úgyhogy most ezekre egy kicsit több idő van, úgyhogy az eddig elmaradt munkáinkat azért most nekünk pótolnunk kell. A terveimet, ami illeti, hát végzem tovább a munkámat. Említett, hogy a békeidőbeli munka. Nem. Ugye túlnyomó részt most a koronavírusról beszéltünk. Mi a békeidőbeli munka az önök számára? Számos szakterületet ellátunk. Én egészségügyi igazgatást végzek, ami a különböző orvosi rendelőknek a szakmai felügyeletét jelenti, engedélyezését, ellenőrzését, illetve hát az orvosoknak bármilyen ilyen hatósági problémájuk van, akkor hozzánk szoktak fordulni. Egy személyes kérdés az interjú végére, hogyha a sok-sok munka közepette akadt szabad ideje, azt mivel tölti szívesen? Hát a vírus előtt én belekezdtem egy ilyen utazásos történetbe, szeretném bejárni Európa nagyobb városait, ez Madridban már sikerült eljutnom, Róma lett volna a következő cél, de ez sajnos elmaradt a vírus miatt, ezeket szeretném majd pótolni, amit lehetséges. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és még egyszer gratulálunk az elismeréshez. Köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!